Köszönöm Editnek és a pódium beszélgetés minden résztvevőinek, hogy megnyitottátok azokat a csapokat, amelyeket azt gondolom, hogy a kerekasztalban folytatódhatnak, hiszen most mielőtt a szünetet meghirdetném, szeretném elmondani, hogy új ülésrendet hirdetünk. Mindenkinek ismerkedjünk egymással alapon, ne konstans asztaltársaságok legyenek. Mindenkinek a névkártyáján van egy szám, ugye? Oké, 1-es, 1-től 9-ig. Ha jól körbenéztek, itt a teremben 9 kerekasztal található. Amint a szünet elkezdődik, ezekre a kerekasztalokra számokat teszünk ki. És az a kérésem, hogyha a szünetből visszajöttök, 4:45 után 5 perccel mindenki ahhoz az asztalhoz üljön le, amelyen a névkártyáján található számot be tudja azonosítani az asztal számmal. És azt kérem, hogy egy kis türelmet még maradnátok, csak egy fél perc, jó? Hogy azok, akik nem asztalnál ülnek, mivel ezek mozgatható székek, nyugodtan, és mindenkit erre bátorítok, helyezkedjen úgy, hogy jól lásson, elférjen, és oda tudjon ülni az asztalhoz. Tehát itt most mobilizáljuk magunkat. Magyarul ez azt is jelenti, hogy egy kicsit a saját holmikat át kell pakolni. Jó? Tehát akkor 4:45 után 5 perccel itt találkozunk. Köszönöm szépen! Minden nap falugondok, kóka mindennapokban, falugondoki pályakép. Mi ezt megpróbáljuk egy kicsit ilyen magyarabbá fordítani, ezt a nagyon messze lévő gondolatot. Tehát mitől jó a falugondok, mitől jó egy falugondok, tanulható ez, mit tart itt téged a pályán, sikereid, örömeid, és hogy mit tudsz te tenni a falugondokság elismertségért, mennyire járul hozzá az, amit mi teszünk, vagy ti tesztek falugondokként. Mi ezekről szeretnénk beszélgetni az 1-es, 2-es, 3-as asztalnál. Köszönöm szépen. A másik piros asztalnál Lipai Szabolcsné... Szabolcsné? Jól írtuk. Igen, Bogi ül az 1-es asztalnál, és a Tóth István Jánosné német Ági, hol vagy? Ági, igen. Tehát ő a törzsasztal. Minden asztalon helyeztünk el egy flipchart papír. Az arra szolgál, hogy akinek valamilyen gondolata ebben a témában születik, és nem akarja elfelejteni, fogjon egy papírt és jegyezze föl magának. Egyébként a téma vezetők ott jegyzeteket készítenek az asztalnál. Most szeretném, ha a hallgató Évát meghallgatnátok, ő a 4-es, 5-ös, 6-os asztaloknak a gazdája. És köszöntöm a résztvevőket, és azt mondta Erzsé, mondjuk el, hogy itt vagyunk, 40 éve foglalkozom. Igen, de egy kicsit közel. 40 éve foglalkozom közösségfejlesztéssel, és valószínűleg azért is annyi ez a téma. De kérünk, hogy ne beszélgessetek most, jó, mert tényleg rossz a mikrofon. Mert keresem a helyét ennek a tevékenységnek a falugondoki tevékenységek között. Az első kérdésünk az lenne, és ma díjat is már elhangzott többször, hogy a magyar települések az elmúlt 25 évben, tehát a falugondokság indulása után is sokat változtak. Milyenek ma a települések? Hogy élnek ott az emberek? Milyen tapasztalataitok vannak erről? És hol lehet ebben megtalálni azt a szerepet, amit egy közösségi feladat jelentett egy településen, az életminőség változása és az emberek életének jobb eltétele érdekében? Most, hogy én magam egy gyűjtment vagyok egy faluban, és ezt tudjátok, hogy a kirekesztés, az elmagányosodás, az integrálás egy település, ez nagyon hosszú folyamat, és szeretném, hogy az emberek nem így éreznék magukat a magyar falvakban és közösségekben. A második kérdésünk az arról szólna, amit tegnap egy képzésben, tegnap és tegnap előtt egy Borsod megyei falugondoki képzésben tapasztalt, amikor a falugondoki tevékenységekről beszéltünk, hogy ebben a sokszínű feladatrendszerben belefér-e még ez a feladat, hogyan lehet, és mi az a minimum, ami ennek a tevékenységnek a része kell, hogy legyen egy falugondoki tevékenység struktúrában. Elkértem a 1/2000-est, amiben annyi van, hogy a falugondoki feladata van a közösség szervezésben, a közösségek támogatásában. A kérdésünk itt a sárga asztalnál a hogyan. A harmadik kérdés pedig arról szólna, hogy milyen jó gyakorlatok vannak már, vagy milyen módszereket alkalmaztok jelenleg a saját gyakorlatotokban. Próbáljuk meg ezeket összegyűjteni és közzétenni. Köszönöm, várok mindenkit szeretettel. Nagyon köszönöm, frappáns volt, de hát 3 sárga asztal van. Az egyik asztalnál Hallgató Éva, a másik asztalnál Kovács Edit. Edit, hol vagy? Rendben. A harmadik sárga asztalnál, a 6-osnál, vagy nem tudom, hogy melyiknél, Magai Ágotta, hol vagy, Ági? Köszönöm szépen, akkor itt már el is kezdődött a munka. Éva, foglalj helyet, kérlek. És akkor a 7-es, 8-as, 9-es asztalnál, a kékeknél, erőforrások összehangolása, a falvak jövője. Mi lesz pontosabban egy kicsit?
lefordítom inkább kapcsolatok, együttműködés, közös gondolkodás és közös cselekvés. A helyi szolgáltatások együttműködését lehet gondolni, szociális, egészségkutat, de bármi. A konkrét kérdéseink meg mi nehezíti legjobban ezen a területen a falugondnokok munkáját, hogyan válhatnak partnerré a falugondnokok, itt az ágazatok és tevékenységük, és milyen jó gyakorlataink vannak. De még egy mondatot. Ez a módszer, ez biztos nagyon sokak számára idegen és új. Higgyétek el, hogy ez egy káosznak tűnik, amikor fölálltok, az is fog lenni, mert ugye mindenki egy másik helyen marad, csak mi vagyunk abban a kiváltságos helyzetben, hogy ott ülünk és várjuk a következő csapatot. De kérem, tegyétek meg ezt a pár lépést, mert a végén ez a fajta módszerrel való dolgozás azt gondolom eredményt hoz, úgyhogy segítsetek ebben, köszönjük. Így van, köszönöm szépen. Azért is fontos ez, mert ugye mindig mások lesznek a szomszédaink, egymást is megismerjük, elkezdünk beszélgetni egymással, ennek ez a lényege. Az lesz tehát, ha a zene elindul, akkor kérem a témavezetőket, hogy zavarják el az asztaltársaságokat, bocsánat, és az asztaltársaság tagjai pedig egy másik színhez üljenek le, de nem az a lényeg, hogy most a kettes asztal áthelyezi magát a kilencesbe, hanem bármelyiket, tehát szanal szétszélet mindenki, jó? Körülbelül 6-ig lesz ez a program, utána vacsora kezdődik. Az asztaltársaságok összefoglalóit pedig holnap reggel hallgatjuk meg. Tehát kérem az asztaltársaságokat, hogy kezdjék meg a munkájukat. Tegeződhetünk, azt hiszem, ha falugondolók egymás között amúgy is tegeződni szoktak, ez egy ilyen szakmai dolog, amikor én is képzeltem. Tisztelve egy falugondolnak kinevezem magamat, és tegeződ, arról szeretném beszélgetni, mi tart benne ezeket a pályán, ha ezeket elmondanátok. Mitől tanulható ez a szakma, szakma egyáltalán, átmenetileg, nem képességek, készségek, mi kell hozzá, hogy látják. Esetleg, aki nem akar beszélni, az le is írhatja a dolgokat, de szerintem benne van mindannyiatokban ez a dolog. A falugondoknak olyannak kell lenni, mint amilyenek mi vagyunk. Én más lenne. Nem lennénk évek óta itt, ha nem lennénk vele alkalmasak. Na most milyen? Én mindenkit, akit ismerek, mindenki olyan, hogy könnyen teremt kapcsolatot, segítőkész, udvarias, többféle ember nyelvénél magyarul, de az sem vagy a más nyelven. A gyerekekkel tud bánni, az idősekkel tud bánni, a betegek tud segít, a jó kapcsolatai vannak mindenféle téren. Tehát egy ilyen univerzális, minden fordult, befordulzó ember kell ehhez, hogy jó legyen egy fordult. Amúgy hát én egy olyan településen vagyok, ahol nincs közmunkás. A három hölgy, akinek kereke fáj, háta fáj, gerince fáj, hát a zöld területünk rettenetes nagy. Hát azért, mikor mondják, hogy pályázatírás, meg hasonló ilyen dolgok, hát akkor ilyenkor ugye szilvány. Tehát ilyenkor fizetett, nincs is azzal semmi gond. Föl vagyok szerelve annyi gépen, hogy azt sem tudom, melyiket vegyem a kezembe, csak egyedül csinálok mindent. Nagyon jól tudom, hogy egy ember csak egy ember munkáját tudja elvégezni. Ha te rád olyan munkát bíznak, hogy füvet kell nyírni, meg kaszálni kell, meg kapálni, akkor nem tudnak tőled olyan munkát elvárni az idő alatt, hogy a marinérét hozzák neked, fürdetni kell. És szerencsés helyzetben vagy, előre mondom, a hosszú távon dolgozol, mert a ti munkátokban, amit én kívülről látok, nem az a nehéz, hogy füvet kell nyírni, meg tudom én, hanem az a nehéz, ahol van 6 vagy 7 közmunkás, és azt mondja a polgármester, hogy légy szíves, irányítsd őket. Hogyan lehetne ezt a szerepet jól definiálni, hogy mit tud tenni a falunknak az a sok minden, akár problémával, én egy picit betenném, hogy optimistaként a javaslat ötlet, vagy felajánlásokat is. Annak idején, tehát a falugondok az legyen falugondok, de itt most azt akarjuk, hogy pályázatíró legyen, kultúrszervező, dada, száraz dada, könyvtáros, takarítónő, szociális munkás, betegkísérő, óvodás kísérő, minden, fűkaszálló, minden. Tehát azért álljunk meg egy szóra, tehát mindent nem lehet egy emberről 10-ből lenyúzni, csak 7-et. Tehát valahol
határ kéne ennek szabni. Tehát a partnerségbe nem vennék én mindent bele, mert nem kell ő neki jó kultúrásnak lenni, attól még lehet jó falugondnak. Most akkor a te életlenül következő polgármester választásban nem leszel polgármester, akkor én veled együtt elküldök, hogy mondom, hadd induljak már ezen a falugondnak. Megpályáztam, hárman pályáztam, engem választottam. Tudomásom van róla, hogy vannak olyan autóval olyan motorral felszerelve, ami nem is alkalmas ennyiszer megállni, meg újra indulni. Mert olyan dolgok, műszaki dolgok vannak benne, utóégető, ilyen szűrő. Ilyen szűrő szerkentő van benne, én sem ismerem, nem volt még olyan autó, ami nem alkalmas arra, hogy én minden kapuban akár 20-30-on megálljak.